Sziasztok! A mai videóban Stumbleguys-ozni fogok. Egy pár napja próbáltam ki először ezt a játékot, és nagyon megtetszett igazából. Kipróbáltam, játszottam már vele egy pár kört, megtanultam egy pár pályán egy pár trükköt, hogy hogy lehet levágni, hogyha majd azok a pályák lesznek, akkor azt megmutatom. Viszont most egyelőre megpróbálok túlélni. Ez olyasmi, mint a Minecraftban a TNT-ren. Hát ez gyors volt. Ja, meg igen, olvastam egy olyat, hogy elvileg, amíg még nem nyersz egy kört sem, addig még botok ellen játszol, és ez nekem egy új karakter, tehát akkor én elvileg most lehet, hogy botok ellen játszok még? Mindegy, minden esetre megpróbálom megnyerni. Aztán a következő körben már semmiképp nem botok ellen játszunk, hogyha ez sikerül. Oké, itt feljövünk. Ne! Oké, nagyon jó. Hát ilyen nincs. Jó, igazából nincs probléma. De béna vagyok. Hát nagyon lemaradtam. Ezt most eléggé elbénáztam. Izgulok most, hogy megy a kamera. Pedig nem kéne. Na mindegy, itt már célegyenesben vagyunk. Oké. Ez meg is van. Kiesnek, akiknek ki kell esniük, és jön az utolsó kör. Jó, ufós pálya. Na, ezen pont le lehet vágni az utat. És megyünk akkor középen. Itt ez így... Hát, na ez egy nagyon rossz kezdés volt. Megyünk középen, egy kis löketet ad nekünk, és akkor itt lecsúszunk. És mi nem azzal a lifttel megyünk föl, hanem így fölszivatjuk magunkat. Oké, szerintem első helyen vagyunk. Nagyon jó. Jó, ez easy. És akkor itt sem liften megyünk, hanem ezzel fölszivatjuk. Ne. Így. És... Hát ilyen nincs. Gyerünk. És nem, szív tovább. Hát ez eddig nem ilyen volt, ezt komolyan mondom. Bár ezt most így mondhatom mi. Gyerünk, ne. Ne, és ő beér. Na jó, most menjen úgy egy kör, hogy koncentrálok is rendesen. Oké. Hát... Gyerünk. Jó, jók vagyunk. Most jók vagyunk. Oké, nagyon jó. Már menjünk is a csúszdán. Most már csak be kéne érni a többieket. Vagyis itt még nincs gond, ez az első kör. Ó, ott milyen trükköt nyomott a srác, kiugrott a csúszda szélére. Oké, jó. Egy ugrató, és már célegyenesben vagyunk, csak itt nem kéne neki menni semminek. Hát ez nem jött össze. Oké, és... Negyedikként. Nem olyan rossz az. Következő játék. Na ezzel például még nem is játszottam egyáltalán. Hát ez érdekes lesz. Menjetek csak nyugodtan, én megvárom. Igen, én középre mentem volna, még jó, hogy nem mentem oda. Jobbra. Nem, egyenesen, igen, és itt jobbra. És utána így. Mi? Van ilyen, hogy keresztbe? Oké, nézzük így jobbra. Nem jó. Ó, hogy rá lehet lépni igazából és visszaugrani. Aha! Hát ez nem jött össze. Jaj, ne. Lemaradok. Gyerünk. Ne. Ott van. Az előbb nem tudom, hogy csúsztam le, de még valahogy sikerült beérnem. Ezt se értem, hogy hogyan. Jó, és akkor nézzük azt az utolsó kört. Az a bizonyos utolsó kör. Megint az ufós pálya. Hát ilyen nincs. Ja, most nem középen megyünk. Az rossz volt az előbb nekünk. Így a szélén teljesen jó. Oké, és hát itt nagyon belehúzott a nyuszi, de megpróbáljuk lehagyni. Nem nyuszi. Jó, oké. Gyerünk egy ufóval felszippantjuk magunkat. Szerintem ő nem bot. Oké, megvan, behoztuk. Gyerünk itt átrepülünk. Jó. Oké, és gyerünk, utol kéne érni a nyuszit. Gyerünk. Jó. Na most léci. Léci, jöjj össze. Kapjon el a másik is. Ez az, megvan. Megvan. Beelőztük szerintem a nyuszit. Jaj, ez ne. Ne. Mi történik? Ott az első hely. Uborkarcú. On the top. Van egy ilyen event pálya is egyébként. Ezen is megyünk egy kört, mert ez egyébként nagyon jó, nekem nagyon tetszik. És már csak 14 napig elérhető, tehát érdemes kipróbálni. Egy elég komoly pályáról van szó. És jó, hátulról indulok, de nem baj. Behozzuk a két. Lecsúszunk. Kis laggok, de nem probléma. Jó vagyunk, itt elkerüljük a medúzákat. A medúzák ráznak egyébként, de hogyha a tetejére ugrasz, akkor fölpattint. Na hát ez így nem kellett volna, na mindegy. Igen, a kajló meg nem szabad, hogy bekapjon. Egy buborékot összeszedünk, ezzel így tovább ugrálunk. Oké, nagyon jó, és mehet a csúszás, hogy szépen lecsúszunk, de óvatosan, úgyhogy át ne bugoljunk a csúszdán, mert egyszer megtörtént velem. Itt ennél a kanyarnál, az csak ott kiestem, na mindegy, oké. Itt most átmegyünk a túloldalra. Így kell egy másik buborék, és törpapa előttem van. Vagyis egy ilyen törpapa skines gyerek. Gyerünk, a kagyló tovább lő. Jó, ott volt törpapa, ne! Majdnem megevett a kagyló. Jó, tovább lő. És ezt a végét ki lehet kerülni egyébként, vagyis pontosabban átrepülni, ha összejön. Gyerünk, a középső buborékot el kéne érnem. Ne, törpapa elvitte! Jó, nem baj, megvártam a következőt, és akkor mi is megyünk.
És így a végén az akadályokat ki lehet kerülni tök prón. Jó, második helyezetként beértünk, és a következő pálya... Csúszás! Miért ugyanazokat a pályákat dobálja be? Na jó, akkor itt nyomjuk egy speedrunt. És ott a cél. És az utolsó, a döntő pálya. Ó, hát ez az egyik legjobb pálya. Itt az elején nem szabad nagyokat ugrani, mert nem is szükséges sosem. Majdnem leestem már most. Kisugrásokkal el lehet intézni itt. Itt már lehet kell egy nagyobb, okés. Ide még átjövünk, meg itt most lepihenünk. Négyen már kiestek. Gyerünk. Ne! Hú, nincs baj. Jók vagyunk. Az meg lehet? Az meg lesz? Meg hát. Innen az. Gyerünk! Necces volt, és most jönnek a legneccesebb ugrások. Vigyázz, törpapa, jövök! Megint jövök, törpapa! Most a banánhoz. Már elment a banán. Egész ügyes játékosok, ezt hogy csinálta? Ja, egy ilyen trambulinon ugrott. Oké. Okay. Ne! Törpapa nyert! Na, nyomjunk még egy kört. Ó, ez a katicás pálya. Jaj, hát ezt nagyon nem szeretem, de nem baj, a 16-ban talán benne tudok majd lenni. Oké. Okay. Oké, csak ki kell kerülni. Jaj, ne már, van egy piros katica is, ő a legrosszabb. Ó, hát nagyon gyorsan hullanak kifelé itt az emberek. Ennyi, megvan. Nem volt olyan rossz ez. Jaj, megint ez a pálya. Jó van. Jó, ez egész egyszerűen le lett hozva. És az utolsó játék, jaj, ez a block dash. Jó van, hát ez elvileg egyszerű, nem? Csak nem kell lezuhanni, ennyi a lényeg. Hát igen, könnyű azt mondani, miközben jönnek ilyen falak. Jó, eddig nincs probléma. Eddig még elég easy. Ez maradjon is így. Jó, tüskés falak. Jó. Öten leestek. Mi a franc? Hát ez eddig nem túl nehéz az ellen... Vagy nem túl erősek az ellenfelek. Ezt így mindjárt leesek. Nem, csak nem kéne. Okés. Hát hatalan leestek már, és nézd, ott van! Első hely! Sokan egyébként telefonról játszanak, én meg ugye számítógépről vagyok, és hát számítógépről sokkal könnyebb. Na, nyomjunk még egy utolsó kört. Aha, jó pálya lesz, tetszik. Persze, hátulról indulunk, legjobb hely. Jó, ez megvan, ez nincs meg, és beakadtam. Jó, valahogy átcsatangoltam. Jó, itt vagyunk. Nem kellett volna ugrani, nagyon nem kellett volna. Mindegy, szétverem azért a space-t, mert miért ne? Jaj. Jó, jók vagyunk. Na most itt vagyunk ezen a... És nem is tudom, nem bírtam megszólalni. Koncentrálok nagyon. Jó, jók vagyunk. Oké, és mondjuk nem tudom, minek koncentrálok ennyire, ez még csak az első kör. Itt, hogyha 15-ként értem volna be, az is jó lett volna, de hát az első hely sem olyan rossz. Megint a csúszás pálya. Nem baj, lehozzuk gyorsba ezt is. Hát, oké. Ez megvan. Megint ez az utolsó pálya. Hát ez így nem volt izgalmas, hogy megint ugyanaz a pálya volt. Nyomjunk inkább utoljára egy custom game-et, és kiválasztom majd a pályákat. Elsőnek lesz egy Rocket Rumble, másodiknak egy Monopoly Rush, és harmadiknak pedig Mr. Beast pályája, és indul is az első játék, ami ugye a Rocket Rumble. Hogyha valaki nem ismerné, vannak ilyen zászlós helyek, amiket el kell foglalni. Kettő csapat van, és az a csapat nyer, aki több zászlót foglal el addigra, amíg letelik az idő, ami ott számolódik vissza fönt a jobb sarokban, és hát tudunk rakétákat is lődi egymásra, ezzel tudjuk szabotálni azt, hogy elfoglalják a zászlónkat. Oké, sikerült visszaszévelni. Gyerünk, őket onnan ki kéne lőni. Jó, király. Ne, egyelőre amúgy egész jól állunk, jók a csapattársaim. Hát, én annyira nem. Nagyon szana szét van mindenki a pályán, hát így azt sem tudom, hogy kire szaladjak. Általában az ilyen nagy tömegeket szoktam mint szétrobbantani, de nincs egybe úgy nagyon senki. Hát ez szép, nem túl sokat teszek hozzá a csapat munkájához. Gyerünk, ezt itt nem foglalhatod el. Segítsetek, hát a társam kirobbantott, de nincs gond. Jók vagyunk. Ne. Még a végén behozhatják, ez szokott lenni. 5-5 van, hát ez nem hangzik valami jól. 6-5 nekik, 6-6. Jó, gyerünk. Te menj innen, menj. Ez nem volt szép tőle. Nagyon jó. Hát itt valamiért elszaladnak a sárgák, ezért kapnak is, és visszapattantak, az nem jó. Engem is kilőttek, de visszajövünk. Sokan jönnek hátulról, de mennek tovább, nem foglalkoznak velem. Ó, de amúgy már csak 3 másodperc, és igazából nyerünk is. 1, ennyi. Hát ez jó volt a csapatom igazából. És most jönnek azok a pályák, ahol magunkra vagyunk utalva. Ez itt már nem csapatos játék, csak végig kell rohanni, és be kell érni elsőnek a célba. De amúgy szerintem tök jó. Néz ki ez a monopolis pálya. Oké, itt át kell csak ugrani. Hát ott valakit elvitt a vonat, szegényke. Itt ide feljövünk, mert hát ez nem jött össze. Itt gondolom nem kéne hozzáérni az áramhoz.
Aha, okés. Itt is csak átugrunk. Nagyon jó. Fölpattanunk. Hát amúgy annyira nem kell sietnem, mert nem is látom a mögöttem lévő játékos szegény. Itt jobbra. Itt legelőször nem tudtam, hogy merre kell menni igazából, mert annyira nem volt egyértelmű számomra. Oké, tovább pattanunk. Nagyon jó, és az ott már a cél lesz, viszont a többiek. És jön is az utolsó kör. Na vajon melyik pálya lesz? A Mr. Beast-es pálya, ami az egyik legnehezebb, bár hát kicsit erős túlzással, de amúgy nem, van benne igazság. Van ennél nehezebb pálya is, de ez sem a könnyűek közé tartozik. Nekem politikusnak kéne mennem. Okés. Az szép, mind a kettőt átugrottuk, közben meg össze-vissza pattingatnak. Okés, de egyelőre nincs baj, nem erőzött még meg senki. Nagyon jó, itt, ide. Na ez baj, annyira nem, mert még mindig nem előzött meg senki. De ott jönnek, ott jobb oldalt jönnek, szóval haladni kell. Ezt így átugorjuk, ezt is, nem. Vissza. Jó, így átugorjuk, okés. És innentől már igazából nem is kell erőlködni. Na jó, menjünk be a célba. Ne húzzuk a többiek agyát, az nem szép dolog. És ott is van. Ez jó volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor nyugodtan nyomassatok egy lájkot, és legyen további szép napotok. Sziasztok!